Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztel bennünket, és meghallgat bennünket. Ez a második makói táborunk. Igazából hétfőtől kezdődik a munka, és péntek van, úgyhogy bele kell húzzunk mindig, hogy minél színvonalasabb produkciót játszunk. Igazából azzal akartam kezdeni, hogy köszöntöm Önöket, titeket, és hogy nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a nézősereg között világot járó énekművész nem érkezett ide, de még remélem, hogy ide érkezik. Klarinétművész, úgyhogy fölkekössük a nadrágszíjat, hogyha ilyet szabad mondani ebben a gyönyörű templomban, amit Mária Terézia segedelmével 300 évvel ezelőtt kezdték el építeni, akkor még nádfedeles volt. Most ennyit jutott eszembe. Annyit szeretnék mondani, hogy ez egy kiváló csapat, akivel én most dolgozhattam. Temesváron volt nemrég egy nemzetközi verseny, ahol hárman is első díjat nyertek, de szeretném őket köszönteni. Úgy nyertek első díjat, hogy hangszert is nyertek, ami milliós nagyságrendű. És akkor köszöntöm Ilkát. Thank you.
Jászkodta, bocsánat. Vidékiként milyen zenélni meg? Ez lesz majd a műsor címe. Hát én mondom, hogy nem érzem magam vidékinek, meg nem tudom, ez ilyen magyarországi dolog, hogy Budapest, meg aztán a vidék, nem hiszem, hogy ezzel más országokban nagyon foglalkoznak. És akkor kijöttek lakóra, mert kénytelenek voltam, hogy nem mentem be. Én nem lakóra, nem hagytam itt a gyerekeket, és akkor azt kérdezte tőlem a riporter, hogy miért csinálom én ezt. Mert ugye ez a tábor azon kívül, hogy a gyerekek kifizetik, amit elhasználnak, azon kívül ingyenes, hogy mondjam, és akkor mondtam meg, nem gondolkoztam majd, hogy miért csinálom, mert hogy jó csinálni. Tehát még ilyen dolgok történnek, azt gondolom, ilyen kis koncertek, vagy ilyen tehetséges gyerekek vannak, azért azt gondolom érdemes csinálni, és kell is. És most vége a tábornak, vasárnap megyünk a Böjtö Csabához egy más társasággal, oda 15 éve szervezek tábort, és akkor kérdezte a riporternél, hogy hát most baj van. Déván nem tudom, tudnak-e róla, nem is akarok nagyon erről beszélni nyilván. Hát mondom, akkor kell menni, mikor baj van. Akkor kell a barát mellé állni, úgyhogy nekünk ez a feladatunk, hogy ezt csináljuk. Talán ehhez értünk, remélem a gyerekek bizonyítják, én is igyekeztem. Jövőre meg lesz a harmadik tábor, ha eljönnek a gyerekek és önök is, és várjuk önöket nagy szeretettel. Egy kis blokkunk van, míg beálltak a gyerekeket, ezt szerettem volna önöknek elmondani, és megköszönöm, hogy eljöttek.